Thank you.
Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Jenesdiás a színpadon. Ezt a címet adtuk a mai estének. Bevezetőként Timár Sándor zempléni táncok koreográfiáját láthattuk a Jenes Néptánc Együttes előadásában. Nagyon gazdag, de mégsem teljes összeállításban láthatnak majd mindannak a művészeti munkát, amely jellemző településünkre. Zenészek, táncosok, énekesek elhozták ide önöknek művészetüket. Örömmel mondhatom, hogy itt és most nem kell applikációkat letölteni, telefonon szavazni, bőven elég, hogyha tapssal jutalmazzák a fellépőket. A Jenes Néptánc Együttest egyébként fogjuk még látni az este folyamán. Most pedig felkérem Gál Lajos polgármester urat, Jenesdiás polgármesterét, hogy köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat Jenesdiás Nagyközség önkormányzata nevében, akik eljöttek erre a mai találkozóra és megtisztelték a soron következő immáron 5. színházi estet, azaz Jenesdiás a színpadon produkciót, ahogy elhangzott jelenlétükkel. Úgy gondolom, ha egy ilyen rendezvényre telt házzal érkeznek az emberek, akkor kíváncsiak is a népi kultúrára, a fiatalabb és idősebb csoportok bemutatóira, a magyarság települési értékeire, és mindarra, ami ránk jenesdiásiakra jellemző. Ez egy újabb nagy állomás jenesdiás kulturális fejlődés történetében. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem a fellépő ének és tánccsoportok művészeti vezetőit, koreográfusait és szereplőit, a jenesdiási amatőr művészeti előadó közösségeket, szólistákat, versmondókat, táncosokat, dalköröket és énekeseket, és nem utolsó sorban a kitűnő haranglábzenekart. A mai nap, a mai találkozó igazi főszereplőit, akiknek köszönhetően mi nézők, egyszerű halandók is bebocsátást nyerünk a népi kultúra, varázslatos és misztikus világába. Önkormányzatunk nevében mondhatom, hogy szeretjük, tiszteljük, becsüljük, és a helyi közkultúra alapítványon keresztül támogatjuk is őket, hiszen nagyon büszkék vagyunk munkájukra. Jenesdiás mindig kiemelt fontossággal kezelte civil szervezeteit, és az alulról építkező közösségek legszebb példái vonulnak fel ma este. Én azt gondolom, amit ma este fogunk látni, az rólunk, jenesdiásiakról szól. Arról, hogy meg tudjuk-e őszintén élni, és át tudjuk-e adni mindazt, amik mi magunk vagyunk. Kedves barátaim, ha igaz a mondás, miszerint a magyar lovas nemzet, akkor legalább ennyire érvényes ránk az a megállapítás is, hogy dalos és táncos nemzet vagyunk. Hisz a magyar alapjaiban őrzi népzenei kultúráját. Valóban a népi kultúránk, amit örökségként fel tudunk mutatni, egyedülállóan gazdag és különleges kincsünk, nem véletlenül nyeri el mindenki elismerését, az egész világ csodálatát. De van egy másik oldala is annak, hogy nagy öröm itt lennünk, szívet melengető érzés látni, megtapasztalni az ének, a tánc, közösségteremtő erejét. Ha végigpillantunk a bemutatkozó együttesek név során, ha számba vesszük a fellépők népes táborát, eredményeit, láthatjuk fiatalok és idősebbek, óvodások és iskolások, lányok és fiúk, különbözőségükben is egységet adnak, a közös nyelven, az ének és tánc nyelvén, értve és megszólalva egy csapásra igazi közösséget alkotnak. És ha már két okot említettem, akkor engedjenek meg egy harmadikat is, nagy öröm számomra, hogy egy ilyen szép estét meg tudunk tölteni tartalommal, 15-20 év munkáját bemutatva, itt a Keszthelyi Balaton Színházban immáron sokadszor. Ilyenkor válik a kívülálló számára is egyértelművé, hogy miért fontos a települési vagy családi kórus, a népzene, a népdal és a népi tánc. Miért fontos egy település, egy nagyközség számára az az értékteremtő munka, amit a kultúrcsoportok együtt végeznek? Az ilyen alkalmakkor szembesülhetünk azzal, hogy az ének és a tánc több, mint látvány.
Több, mint mozgásművészet, több, mint egyszerű kedvtelés, legyen az iskolai művészeti munka, vagy nyugdíjas köri gyakorlás, esetleg egy CD vagy DVD felvétel precíz előkészítése. Az a vidámság, ami a színpadon megelevenedik, és az a jókedv, ami bennünket, nézőket is magával ragad, az bizonyítja, hogy mindez valóban misztikus dolog. A boldogság forrása. És az lehet akár egy egész életre is mindazok számára, akik művelik. Azt hiszem, szülőként nem is kívánhatunk többet gyerekeinknek annál, hogy mindezek által igazán boldogok legyenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azzal a köszöntéssel, hogy adjon az Isten szép estét mindnyájunknak, azt kívánom, hogy ahogy már másutt és többször utaltak rá igaz magyar emberek, az európai és magyar keresztény nemzeti értékrend szülőföldön való vállalásaként sokáig is tudjuk viszonozni. És fontos is, hogy valóságos értékű maradjon, hisz magyarként önazonosságunk maradékát őrző európai nemzeti közösségként hűségesnek kell, hogy legyünk keresztény szellemi gyökereinkhez, önrendelkezésünkhöz, szülőföldünkhöz, történelmi és kulturális hagyatékainkhoz. A 21. század jelenlegi és jövőbeni küzdelmeinek ezen értékek megőrzése vagy feladása lesznek céljai. Az a közösség, amely nem becsüli önmagát, hogyan akarja, hogy becsülete legyen mások előtt? Ahogy 100 meg 1000 búzaszemből áll össze az életet jelentő kenyér, úgy 100 meg 1000 ember, őseink, dédapáink, ükanyáink küzdelmeiből, vágyaiból, álmaiból és tettejéből épült mindenkor szeretett közösségünk Gyenes Diás történelme is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közönség, csak addig él egy nemzet, amíg hagyománya van. Gróf Széchenyi István gondolata jegyében kívánok a műsorhoz jó szórakozás mindnyájuknak. A fellépő énekeseknek és táncosoknak pedig azt, hogy érezzék nagyon jól magukat, és még egy dolgot talán lehet kívánni nekik, kitartásuk, töretlen lelkesedésük soha ne hagyjon alább. Talán egy gondolat még ide tartozó, a ma estét, ha lehet, ne csak lájkoljuk, hanem igazán éljük is meg. A jubileumi bemutatót ezennel tisztelettel megnyitom, melyhez jó mulatást és nagyon szép estét kívánok mindnyájuknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, polgármester úr, kedves szavait, és kérem, hogy foglaljon helyet a nézőtéren. A táncosok után a községi kórus mutatkozik be. 1995 őszén alakultak rendszeres fellépői, szereplői ünnepségeknek, kulturális bemutatóknak, egyházi ünnepeknek. Legutóbb Reziben kórus találkozón léptek fel. Vezetőjük Csordásné Fülöp Edit. Műsorukon 6 kis dal szerepel, melynek címei Len a mély völgy ölén, Kék ibolyácska, Jubiláte szervite, Csillagoknak teremtője, Liszt Ferenc hajnalozó, és egy kedves lengyel népdal, a Kakukk Jankó. Fogadják őket szeretettel! Yeah.
Eredetileg azt szerettem volna, hogy itt bejövök az oldalajtón, és egy kis triangulummal szépen megszólaltatom a csendben az, hogy milyen varázsa van egy hangnak, egy nagyon finom mozdulatnak. Aztán rá kellett jöjjek, hogy sok mindenhez három kézre van szükség. Tehát eleve fennakadt az előkészítés folyamán az, hogy bizony ahhoz, hogy a hangszert is meg tudjam szólaltatni, ahhoz több előkészületre lett volna szükség. Kodály Zoltán azt mondta, zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. És valóban a varázshangok, amelyek megszólalnak, biztosítják számunkra és közvetítik számunkra azt, hogy mennyi csoda tud beleférni abba a pillanatba, az élő zenébe. A zene átölel, elandalít, megnyugtat, vagy éppen táncra perdít, ahogy a nyitószámban a Gyenes Néptánc Együttestől is láthattuk. Ezt érezték meg több mint egy évvel ezelőtt mindazok, akik a zenélő gyenesdiás elnevezési koncertre Varázshangok Együttes néven összeálltak. A sikeres fellépést követően egymást érték a fellépések. Ez a siker hozta meg a közös döntést. Ezt így és ebben a formában folytatni kell. Az együttes egy év alatt több mint 70 dalt tanult meg. A klasszikus zene épp úgy belefér a repertoárba, mint a könnyedebb műfajok. Az együttes különlegessége, hogy a kórustagok anyukák, illetve feleségek, a hangszereknél a diákok között apukák és férjek ülnek, valamint néhány dalban gyermekeik is velük énekelnek. Varázshangok családi együttes, mondhatnánk. A Varázshangok Együttes küldetése az, hogy zenéjükkel örömet vegyenek az emberek életébe, a közös zenélés varázsereje ugyanis csodákra képes. Mottójuk nagyon egyszerű és nagyon rövid. Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá. A Varázshangok Együttes művészeti vezetője Kőhalmi Ágnes. Az ő vezetésével fogják meghallani azokat a kis dalokat, amelyekkel készültek a mai estére. Hiszen a hang varázsa, a zene varázsa, az meg fogja önöket is érinteni, ebben egészen biztos vagyok. Az pedig, amit említettem, hogy családi jellegű, az különös ízt és különös harmóniát ad majd a fellépésüknek. Fogadják őket szeretettel! Addig, ameddig sikerül beállítani, addig hadd kérdezzem meg Ágnest, hogy indult el ez az egész Varázshangok Együttes? A Varázshangok Együttes a családi kórus tagjaiból alakult, illetve néhány gitáros még csatlakozott hozzánk, és aztán a tavalyi zenélő gyenesdiás nagy sikere után úgy döntöttünk, hogy maradunk ebben a felállásban. Hány tagja van most az együttesnek? A tagok létszáma változó, mert mindannyiunknak kisgyereke van, és úgy próbáljuk megoldani a próbákat, hogy az apukák vigyáznak otthon a gyerekekre, vagy a nagyszülők, úgyhogy ezért is családi kórusa nevünk. Hogy igaz, hogy ők nincsenek itt, de itt ülnek, és most... Tehát az együttes létszáma szaporodik.
Belülről könnyebb megtalálni a két függöny közti átjárót. Ezt örömmel jelentetem mindenkinek, hogyha ilyen helyzetbe kerül. Minden felnőtt csoportnak szüksége van utánpótlásra. Láttuk, hogy a Varázshangok családi egyesület vagy családi zenekarnál is az utánpótlás már megjelent a színpadon, de ugyanígy van, és nincs másképp a Gyenes Néptánc Együttesnél sem. Annak idején
1902-t írtak, amikor 1992-t, amikor a klubkönyvtárban elindult Gyenesdiáson a néptánc oktatás, majd az általános iskola szakköreként működött tovább. Elévülhetetlen érdeme volt benne Fodor Ivánnak és feleségének. A nagyok utánpótlását 2001-től a Gyenesdiási Művészeti Iskola néptánc tanszaka biztosítja. A középkorosztály a felső tagozatos tanulókból álló Gyenes Gyermek tánccsoport már számos magyarországi és erdélyi táncdialektus anyagát ismeri. Ők fognak következni most. A Kisalföld legismertebb tájegységének, a Rába köznek táncanyagát láthatjuk tőlük. A koreográfiát Tímár Sándor készítette. Felkészítő tanárok Fodor Iván, Fodor Ivánné és Fodor Zsófia. Tehát ők a középső csoportosok, és kérem, hogy biztassák őket majd nagy-nagy tapssal, hiszen nekik ez erőt ad, bátorságot ad, és még nagyobb lendületet kedves kis táncukhoz.
Azt hiszem, utánpótlásban a Gyenes Tánc Együttesnél sem lesz hiány. Most a Füzike és Csicseri énekegyüttes következik. Mindkét együttest a Gyenesdiási Általános Iskola dalos kedvű alsó tagozatosai alkotják. Elsősorban gyermekdalok éneklésével örvendeztetik meg közönségüket, melyet nagy átéléssel és játékossággal adnak elő. A Füzike együttes most is zalai gyermekdalokból álló füzérrel készült. Szólót énekel Balog Laura, Cseh Ruzsina, Vajda Sára. A Csicseri énekegyüttesről érdemes tudni, hogy megyei és országos népdalversenyeken is felléptek már, ahol arany, illetve kiemelt arany minősítéseket értek el. A csoport és az együttes taglait díjazták szóló kategóriában is. Tőlük egy moldvai dalcsokrot, illetve zalai népdalokból álló összeállítást hallgathatunk meg. Szólót énekelnek Kovács Kriszta, Baranya Hanna, Gyutai Júlia, Farkas Emese, Márkus Luca, Berta Antónia, Borda Levente és Heffler Dóra. Művészeti vezető Csordásné Fülöp Edit. Yeah.
Amikor a gyermekek énekelnek, mindig az jut az eszembe, hogy a gyermek énekel a jövendő, és tényleg ők a jövendők. Következő műsorszámunk a Gyenesi Dalárda lesz. A 2006-ban életre hívott Gyenesi Dalárda hitvallása a népdal, a népzene, a magyar nóta közvetítése és átörökítése. Tagjait az együttlét öröme, a színvonalas szórakoztatás vonza és tartja össze. Népszerű fellépők ők rendezvényeken, a környező településeken is, de Erdélyben és a Párciumban is felléptek már. 2010-ben elnyerték a Vas Lajos Népzenész Szövetség nagy díját. 2 CD-t, 3 DVD-t adott ki a csoport, a szünetben pedig önöknek is lesz lehetőségük vásárolni is belőlük. A Dalárda alapító vezetője Balogh László, művészeti vezetője Kovács Péter. 2015-től az együttest Pékné Orbán Julianna vezeti. 2016. januárra tervezik megjelenését a 100 plusz 2 katonadalból álló CD-lemeznek, melynek apropóját az első világháború 100 éves évfordulója adja. Most az idehallik a Gyenesi Harangszó című kiadvány katonadaléból hoztak egy csokorral. Kísér a Harangláb népzenei együttes. Oh,
most ismét a fiatalabbak következnek. Azért itt az opsitos vitézek, azok katonadalokat nagyon gyönyörűen énekelték, de olyan gyönyörű lesz a következő kis összeállítás is. A Kárpáti János Általános Művészeti Iskola kórusa következik. Ők az iskolai ünnepélyek, kórus találkozók rendszeres fellépői. Több éven keresztül felléptek a Vonyarcöveshegyi kórus találkozókon is, most pedig az énekkar előadásában megzenésített verseket fogunk hallani. Gitáron kísér Ertl Zsófia és Heffler Dóra. A kórus művészeti vezetője Csordásné Fülöpedit. Köszöntsék őket nagy tapssal! Bye.
szünet előtti utolsó műsorszám következik. Ehhez időben kissé vissza kell kanyarodnunk 1996-ig, amikor Fodor Iván és felesége megalapította a Gyenes Néptánc Együttest. Tagjai középiskolások, egyetemisták, dolgozó fiatalok, de egy közös van bennük. Szabad idejüket a Kárpát-medence néptánc hagyományainak megismerésére, elsajátítására és azok koreográfiák formájában történő bemutatására szentelik. Nagy sikerű belföldi szerepléseik mellett számos külföldi fesztiválon, Olaszországban, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban, Csehországban, Erdélyben, Szlovéniában, Szicíliában, Cipruson, még felsorolni is éppen elég, mindenütt kivívták a közönség elismerését. Az együttes fenntartója és támogatója a József Attila Klub Könyvtár, a Gyenesdiási Közkultúra Alapítvány és természetesen Gyenesdiás Nagyközség önkormányzata. A Fodor házaspár művészeti tevékenységéért, valamint a néptánc kultúra megismertetéséért, az utánpótlás neveléséért, a hazai és külföldi sikeres fellépésekért a Zala megyei közgyűlés közművelődési nívódíját érdemelte ki. Az első felvonást, a nyitótáncot is bemutató Gyenes Néptánc Együttes műsorszáma zárja. Amit előadnak, Tímár Sándor, kalotaszegi táncok. Az együttes vezetői Fodor Dávid és Fodor Zsófia.